Sokan, 58-an jelentek meg a tolnai magházban megtartott véradáson néhány napja. Bár ez a szám az országos vérellátó szolgálat és a Tolna megyei Vöröskereszt szakemberei szerint is jónak mondható, tény, hogy a segítő szándékúak közül 10 embernek nem tudták levenni a vérét, mert az egészségi állapotuk nem volt ahhoz megfelelő. Sokan viszont rendszeresen segítenek így másoknak. 32-szer most hallottam, úgyhogy már kezd alakulni ez a szám, hogy miért nincs különösebb indok annyi, hogy az ember segít ezzel másokon, anélkül, hogy saját magának valamilyen problémát okozna. Néhány éve a véradókat az Országos Vérellátó Szolgálat SMS-ben értesíti akkor, amikor a vérüket felhasználják például egy életmentő műtéthez. Örülök ennek a visszajelzésnek, hogy az ember biztos abban, hogy tényleg már ilyen gyorsan felhasználásra került a vére. A rendszeres véradók mellett öten első alkalommal nyújtották a karjukat, hogy másokon segítsenek. Először adott vért ez a fiatal fiú is. Azt mondta neki fontos, hogy így segítsen másoknak. Ez az első alkalommal, mint 18 éves első véradó. Hát azért jöttem egyrészt, mert édesapám is elég sokszor 40-szer vagy 50-szer már vért adott, és ez is egy úgymond motiváció számomra, hogy segítsek embereknek ezáltal. Meg hát a vérem is nullás vérű vagyok, szóval az is elég fontos lenne, hogy még több embernek tudok segíteni azáltal, hogy csak hogy nullás vérem van. Volt, hogy vérátömlesztés, például nagymamámnak májbetegsége volt, és amiatt kellett vérátömlesztés, szóval tudok olyan, persze tudnám sorolni, hogy hány embernek kellett, de számtalanszor kellett a másoknak a vére, hogy segítsék a családtagjaimat. Kevesen tudják, de a véradás nem csak annak válik hasznára, aki kapja az életmentő testnedvet. Az apró tűszúrás előtt ugyanis alapos orvosi kivizsgáláson kell átesni. A véradás maga egy szűrővizsgálat. Az is annak is tekinthető. Egy vérfrissítés, hiszen utána a vérképzés jobban megindul, és akkor az egy vérfrissítésnek is tekinthető. Kiderülhetnek esetleg rejtett betegségek, vérszegénység, vagy akár valamilyen fertőzöttség. Tehát abszolút káros hatása nincsen. Nincsen az a, sőt, nagyon jó hatású a véradás. A véradás előnyei tehát elvitathatatlanok. Ennek ellenére Barna Györgyi Tolna vezető háziorvos azt mondja, nem könnyű összegyűjteni a szükséges mennyiséget. Az idősebb korosztály, aki rendszeresen, tehát az igazi sok véradós, sok éves véradósok azok közülük vannak, és hát ki öregszenek ebből a korhatár alapján is. Nincsenek fiatal véradóink. Itt van a városban mondjuk egy olyan potenciális réteg, például a gimiben, a 18 évet betöltöttek. De hát nagyon nehezen tudjuk megoldani azt, hogy ők el tudjanak jönni a véradásra az iskolából. A másik dolog pedig az, szerintem van egy réteg, a fiatal felnőttek, akiknek már gyerekeik vannak, kisgyerekeik. Szerintem ez a réteg, én úgy látom, hogy hát most nem akarok nagy messze menő következtetéseket levonni, de én úgy látom, hogy ez az általános közömbösség, ez azért erre is vonatkozik, mert hiszen, hogyha valakinek a hozzátartozója vagy barátja kerül ilyen helyzetbe, akkor látjuk a Facebookon meg egyéb közösségi oldalakon, hogy akkor össze tudnak fogni az emberek, akkor konkrét személynek tudnak elmenni vért adni. De hogyha arról van szó csak, hogy valakinek, mindegy, hogy kinek, akkor kicsit közömbösek az emberek. És a fiatal felnőttek szerintem, akár még a gyerekeiknek is mutathatnának példát ezzel, hogy hát, hogy ők egy ilyen emberbaráti
cselekedetet hajtanak végre. Pedig a vér például a műtétek esetén semmi mással nem pótolható. Vannak bizonyos vérkészítmények, illetve készítmények, amik vérből készülnek, speciális műtéteknél vagy speciális igényeknél, de a különösen a szívműtétek vagy a traumás műtétek, azok egyértelműen vért igényelnek.